Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és spatyolatba, minden nap dúsan, vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghal a koldus, és viteték az angyaloktól, az Ábrahám kebelébe. Meghal pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, atyám, Ábrahám, könyörű rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem e lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te éltedben, hasonlóképpen Lázár is, az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettet el. És mindenek felett mi köztünk és ti közöttetek. Nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek. Sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amasz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd előt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondané ki Ábrahám, van Mózesök és prófétáik, hallgassák azokat. Ame pedig mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek, Istenhez fordulnak. Ő pedig mondané ki, ha Mózesre és az ő prófétáikra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Az ember, aki magát vidította, az ember, aki saját magát vidítja. Drága embertársak, az egyszerű embernek nincs lehetősége arra, hogy felvidítsa önmagát. Csak a gazdagnak, a nagyszerű embernek, az egyszerű embernek nincs lehetősége arra, hogy felvidítsa saját magát, csak a gazdagnak. Ezért az egyszerű, szegény embert lenézik, szerencsétlennek gondolják őt. Sőt, egyesek még sajnálják is őt. Ilyen egyszerű és szegény ember volt a szegény Lázár is. Neki nem volt lehetősége arra, hogy felvidítsa önmagát, és az emberek lenézték. Széles ívben elkerülték őt, mivel mindenki magára hagyta, egy valaki gondolt rá, gondját viselte, és felvidította őt. Nagyon mély történet ez. A legtöbben nem is gondolnák, hogy milyen nagy mondandója van ennek a történetnek. Mit akar nekünk üzenni a szegény Lázár története? Ami egyébként Jézus kitalációja. Ő mondta ezt a példabeszédet azért, hogy tanítsa az ő barátait, azokat, akik kíváncsiak voltak az igazságra. Nézzük meg magunkat, modern, európai uniós embereket, akik tüntetnek a világbékéért, Oroszország ellen. Nekünk, hogyha bármilyen szomorúságunk van, milliónyi lehetőségünk van arra, hogy felvidítsuk saját magunkat. Van pénzünk, rendeltünk pizzát, vehetünk édességet, vehetünk testi örömöket, akár szexuális örömöket is. Azokat is megvásárolhatjuk. Bármilyen bajunk van, bármilyen szomorúságunk van, tudjuk azt orvosolni. Ha nincsen pénzünk, akkor bekapcsoljuk az internetet, és olyan képeket nézünk, amilyeneket akarunk. Valamelyik torrent oldalról letöltünk egy filmet, egy jó amerikai komédiát, és felvidítjuk magunkat azzal. Most a szegény Lázárnak erre nem volt lehetősége. Ma is vannak ilyen szegény Lázárok,
a világ minden pontján, akiknek nincsen lehetőségük arra, hogy felüdítsák saját magukat, nincs nekik más vigasztalásuk, mint az, amit a magasságos Isten ad nekik, hogyha ad, ha egyáltalán tudnak az ő létezéséről. A mai modern ember, a mai modern nyugat-európai és kelet-európai, az Európai Uniós embernek milliónyi lehetősége van arra, hogy felvidítsa magát. Nekem is. Bár pénzért nem dolgozom, gazdag nem vagyok, még így is. A ma kegyelem által, amit Isten adott nekem, milliónyi lehetőségem van arra, hogy felvidítsam magamat. Ha netán szomorú lennék, és hogyha netán volna lehetőségem arra, hogy meghalljam a Teremtőm hangját, ezer meg ezer lehetőségem van arra, főképp a világhálón, hogy felvidítsam magamat. Mi szükségem van nekem arra, hogy Isten vigasztaljon engem? Mi szüksége van a mai modern embernek, az Európai Uniós embernek, hogy Isten vigasztalja őt? Régebb Jézus idejében, amikor még nem volt világháló, és nem volt Facebook, nem volt YouTube, az embernek nem volt más vigasztalása, a szegény embernek, az egyszerű embernek nem volt más vigasztalása, mint amit a kutyák adtak neki. És ha sebei voltak, oda mentek hozzá a kóborkutyák, és megnyaldosták az ő sebeit. Enyhítették az ő fájdalmát. De a mai modern embernek rengeteg lehetősége van. Van beteg nyugdíja, vannak különböző juttatások, amit az Unió kínál számára, EU-s pénzek, van ingyen számítógép, van ingyen laptop, van ingyen tablet. A mai embernek majdhogy nem milliónyi lehetőség van, az internet által milliónyi lehetősége van arra, hogy felvidítsa saját magát. De az ember, de az ilyen ember, az ilyen modern, nyugat-európai, akár kelet-európai székely ember, neki milyen lehetősége van arra, hogy megtapasztalja az igazi vigasztalást, amikor ezer meg ezer ingyen vigasztalás siet az ő segítségére, hogy megvigasztalja őt. Nem tudom, hogy mennyire követhető az, amit szeretnék mondani ezekkel a gondolatokkal. Minden esetre ez a gondolat mélyen belém nyílalt, hogy annak ellenére most képzeljük el, hogy mi történhet azokkal az emberekkel, akik pénzért dolgoznak, és még mindig azon morfondíroznak, hogy hogyan tudnák növelni a jövedelmüket. És olyan sok lehetőséget tudnak vásárolni maguknak, amivel megvigasztalják magukat, felvidítják saját magukat. Én nem dolgoztam pénzért több mint 10 éve, és mégis rengeteg lehetőségem van arra, hogy megvigasztaljam saját magamat. Hogyha más nem volna, akkor végezhetnék egy önkielégítést, nem? Ez a lehetőség mindig adott, még a börtönben is. De a szegény Lázárnak nem volt semmilyen lehetősége. És mindenki lenézte őt. Mindenki szánta őt. Feltetőleg még büdös is volt. Széles ívben elkerülték őt. Nem volt neki vigasztalása, és mindenki arra gondolt, hogy milyen jó, hogy én nem vagyok az ő helyében. Igen ám, de miután meghaltak, a gazdag ember volt az, aki azt mondta, hogy bárcsak az ő helyében lehetnék. Bárcsak az ő helyében lehetnék. És azt mondta neki az élő Isten szava, hogy te, amíg itt a földön éltél, elvetted a te vigasztalásodat. Megvolt mindened. Megvolt minden jutalmat. Az emberek szerettek, dicsértek téged. Veled ünnepeltek, veled ittak, veled ettek. Te megkaptál mindent. Megkaptad a jót a föld életedben. És most gyötörted el, mert nap mint nap elmentél a szegény Lázár mellett, és nem adtál neki szelet kenyeret, hogy neki is legyen egy kis földi vigasztalása. Ugyanígy Lázár is, a szegény ember, az egyszerű ember, hát ő is elvette a föld életében a sok fáradtságot, a sok szenvedést, a sok megaláztatást, hogy lenézték őt. És most, hogy meghalt, megkapja tőlem a vigasztalást. Azt a vigasztalást, amit egyébként mindenkinek felkínáltam. Még neked is. Csak neked nem kellett. Neked fontosabb volt az a vigasztalás, amit az emberek dicsérete jelentett számodra. Az emberek éjjelzése, a pénz, a jólét, a kényelem, a szex.
a testi örömök, a földi örömök. Te azt megkaptad, és valahányszor szóltam hozzád, neked semmi jogod nem volt arra, hogy meghalld az én szavamat, mert te boldog voltál. Telve voltál örömökkel, testi és földi örömökkel, vigasztalással. De aki hallgatod ezt a felvételt, ezt a videót, mivel vidítod önmagadat? Lehet, hogy gyötrődsz, lehet, hogy tönkrement a házasságot, az úgynevezett párkapcsolatot, lehet, hogy kirúgtak a munkahelyedről, lehet, hogy alkoholista vagy, lehet, hogy drogfüggő vagy. Mivel vigasztalod magadat? Van-e Facebookod? Van-e Instagramod? Van-e Twittered? Vannak-e virtuális barátaid, akik lájkolnak téged cserében a te lájkjaidért, amelyet neki küldesz? Hogyha igen, akkor van egy rossz hírem számodra. Neked nincsen szükséged az igazi vigasztalásra. Minek az neked? Hisz szép vagy, egészséges vagy, talán még izmos is vagy, talán még gazdag is vagy, talán még fontos is vagy, talán még egy közkedvelt figura is vagy, akire felnéz a társadalom, felnéz a közösség. Mi szükséged van neked Isten vigasztalására? Ugye, hogy nincsen szükséged arra? Hisz megvigasztalt téged a hazugság. Az emberek lájkjai, az emberek dicséretei megvigasztalnak téged. De a következő órában véget ért az életed. Ki fog akkor téged vigasztalni? Kemény szavak is, néha restellem magam, hogy folyton ilyen kemény szavakat kell mondjak, de mi mást mondhatnék? Próbáltam pozitívabban fogalmazni, próbáltam derűsebben fogalmazni, de egyszerűen nem megy. Valaki nem hagyja. Az egyszerűségnek a kedvelője nem hagyja. És örvendek, még ha néha fáj is az a látás, amit kapok nap, mint nap, amikor látom a világot, látom, hogy merre tartanak az embertársaim. Fáj. És megmondom őszintén, gyötrődök, bár megvan mindenem. Nem is éheztem mostanig, és nem is fáztam. Megvolt bőségesen mindenem. A világ életemben kivettem a részemet minden örömből. Pontosan úgy, mint te. Halmoztam a bűnöket. Miért is ne? Nekem minden szabad. Én vagyok a király, ugye? Megkoronáztam magamat. Én voltam az e világ királya. Úgy igazából megmondom őszintén, hogy nekem is járt volna a vakcina. Én nem azért nem vettem fel a vakcinát, mert annyira intelligens és értelmes vagyok. Hanem azért nem vettem fel, mert az egyszerűség kedvelője megkönnyörült rajtam. És nem engedte, hogy felvegyem a vakcinát. Pedig megérdemeltem volna. Mert mindenki, aki saját magát felemeli, megérdemli a vakcinát. Megérdemelte a vakcinát. Én is megérdemeltem volna. Megérdemeltem volna azt, hogy szenvedjek, hogy megbetegedjek, sőt, azt is megérdemeltem volna, hogy meg is halljak a vakcinától. És valaki, az, aki a szegény Lázárt megvigasztalta, az az egy valaki, aki gondját viselte a szegény Lázárnak, amíg a földön élt, és aki őt vigasztalta, és most is vigasztalja, ő megkönnyörült rajtam, és nem engedte, hogy felvegyem a vakcinát. Adott látást, adott bölcsességet. Bár ez a látás néha nehéz volt, és igencsak megterhelő a lelkemnek, de mégis hasznos volt, mert megóvott attól, hogy elfogadjam a hazug vigasztalást. Az a látás, amit kaptam akkor, amikor megbetegedtem, és 10 napon keresztül nem ettem, nem ittam, és nem is aludtam, aki adta nekem azt a látást, amikor láttam, hogy mi van az embertársaim lelkében, és fényes nappal az utcán zokogtam, sírtam. Ez történt, emberek, a kemény macsó férfi, aki meghódította a világot, mint király, beártam a félvilágot. Hatalmas dolgokat értem el, amit nagyon sok más ember nem érhetett el. Tiszta ingyen kirándulhattam, beállattam a világot, sok mindent láthattam. És mégis, ez történt. Egyszer azon kaptam magam, hogy nincsen semmim. Az ég adta világon semmim. Az az öröm, amit én mostanig szereztem magamnak, az ambíciómmal, az egómmal, a karizmámmal, az nem ér semmit, az mind eltűnt. És nem volt semmim egyszerűen. Nem volt örömöm. Vagyis lett volna, mert vigasztaltak volna. Továbbra is kaphattam volna hazug vigasztalást. A családomtól, a barátaimtól,
a rajongóimtól, akik olvasták annak idején a blogot, de egyszerűen az a vigasztalás már nem ért semmit. Oda kerültem, mint a szegény Lázár. Éhes voltam, de nem is ehettem. Szomjas voltam, de nem is ihatta. Egy pohárizet sem tudtam meginni, azt is kihánytam. Ez volt a mindenható Isten egyik legnagyobb ajándék, amit kaptam tőle. Nem is ehettem, és nem is ihattam. Nem is aludhattam, de a szemeim megnyíltak. És láttam azt a valóságot, amit én korábban mennyországnak hittem, földi mennyországnak. Oda kerültem, ahova szegény Lázár. Bár sebeim, nyílt sebeim nem voltak, és kutyák nem nyaldosták a sebeimet, össze voltam törve, mert láttam a valóságot. Láttam, hogy merre tartanak az én gazdag barátaim, az én gazdag ismerőseim, a gazdag idegenek, akik gyönyörűen mosolyogtak, ragyogtak, csak úgy ragyogtak kívülről. De Isten megadta nekem azt a borzalmas látást, hogy megláthatta, mi van a szívükben, mi van a lelkükben, és sírtam és zokogtam. Otthon, az ágyamban, és kint az utcán, amikor láttam az embertársaimat, úgy jártam, mint Lázár. Hogy meg fogom megkapni azt a végső vigasztalást, amit ő megkapott, nem tudom. Az biztos, hogy nem vagyok méltó arra. Ha Isten ajándékban nem adja meg nekem, akkor sosem fogom megkapni, mert nem vagyok méltó még arra sem, hogy éljek. Ugye milyen gyönyörűséges negatív gondolatok, drága embertárs. Bárcsak minél többen megértenék azt, amiről beszélek. Az ember, aki önmagát vidította, ez én vagyok. Magamat vidítottam több mint 30 éven keresztül. Milliónyi lehetőséget találtam arra, hogy vidítsam magamat. Éltem a szenvedélynek, éltem a test kívánságainak, éltem a finom ételnek, éltem a finom italnak, éltem a finom testi gyönyörnek, örömöknek. És mindig megtaláltam egy lehetőséget arra, mert fel volt kínálva a tárcán, a világhálón, a valóságban, fiatal voltam, erős, karizmatikus, még pénzem is volt. Megvolt nekem minden lehetőségem arra, hogy magamat vidítsam, megvigasztaljam magamat. És az az Isten, akit jónak gondolunk, mit adott nekem? Szomorúságot, látást, a valóság látását. Betekintést nyerhettem Lázárnak az életébe. Betekintést nyerettem abba a világba, amit a szegény Lázár látott. És összetörtem. Sírtam. Büszke, kemény férfiként. Karizmatikus. Szó szerint karizom is volt bőségesen. Szkanderbajnok. És egyszerűen összetörtem. Sírtam, mint a gyermek. Persze ezt lehet azt mondani erre, hogy hát nyilván megzakkantál. Túl sok volt neked a nem tudom mi, az éhezés, a bőjt, a kényszerbőjt. Persze, lehet ezt mondani nyugodtan. De akkor, amikor én kényszerbőjtbe kényszerültem, a jóságos Isten kegyelme által megnyíltak a szemeim. Hatalmas ajándékot kaptam, ami kezdetben nagyon fájdalmas volt, és megmondom őszintén, hogy még mindig fájdalmas. Fájdalmas látni, hogy mi történik a drága embertársaimmal, akikben Isten lelke van. Nagyon fájdalmas, brutális. Ez az igazság. De mégis van örömöm. Van reménységem. Látom, hogy hol van a szegény Lázár. És nem tudom, hogy egy szép napon meg fogom-e látni úgy, hogy többé sose kelljen visszatekintsek. Azt még nem tudhatom. Isten tudja. Azt mondja Jézus, hogy ha kitartok mindig, akkor meg fogom látni. Kérem az ő kegyelmét, hogy gyenge vagyok, és nagyon gyarló vagyok még mindig. Néha a világra nézek, és összetörök, és fellázadok. Fellázadok az ellen, akitől valódi vigasztalást kaptam. Azt teszem, amit te. Fellázadok az én megváltóm ellen, az én megmentőm ellen. Semmi rosszat nem kaptam tőle, csak a valóság látását, és az igazság reménységét, a menny reménységét, és mégis megutálom őt. Mert a világra nézek, a fájdalmaimra nézek, arra nézek, amit a szemeim látnak, és nem arra, amit a lelki szemeim látnak. Ismerős érzés. Ha nem, akkor teljes szívemből kívánom, hogy megismerd ezt az érzést. Mert jobb itt gyötrődni, jobb itt szenvedni, mint oda át, drága embertárs. Miért mondom azt, hogy drága embertárs? Az én, mert drága vagy. Isten szemében. Hatalmas árat fizetett ő érted. Hatalmas árat, hogy szabad lehess, hogy
megnyíljanak a szemeit, és lásd a valóságot, és lásd az igazság útját, az életnek az útját. Hatalmas volt ennek az ára, ami már ki van fizetve. A legdrágább vérrel fizettek érte, hogy a te szemeit újból lássanak, a te füleit újból halljanak, és hogy feltámadj a lelki halálból. Hogy te élni fogsz-e a lehetőséggel, azt nem tudhatom. Az biztos, hogy már többször hallottál erről a lehetőségről. Az, hogy te kérted-e ezt a lehetőséget, vagy nem, ez már te dolgod. Erről én nem dönthetek helyetted. Nincs értelme sem annak, hogy megfélemlítselek, sem annak, hogy megzsaroljalak. Ha nem érdekel az igazság, ezt a látást teljesen biztos, hogy nem fogod megkapni. Teljesen biztos. Azt mondja a kedves otitársam, hogy követhető az, amit mondok. Szívből örvendek ennek. Mert egyik álmomban Jézustól megkérdeztem, hogy hol talállak meg. És elvitt lélekben egy szegény, meggyötört asszonyhoz, aki egy gyermeket tartott a kezében, és Isten megmutatta, hogy ők voltak az ő gyermekei. Hozzájuk hívogat minket Isten, mert ő mindenkor velük van, velük, a szegény Lázárokkal. Ott találjuk meg őt igazán. Azt mondja Jézus, aki szereti az életét ezen a földön, elveszíti azt. Az nincs, ahogy meglássa az igazi életet, a mennyeit, amit Isten elképzelt. Mert az ő szemei el vannak kábulva, az ő szemei, az ő látása el van torzulva. Ő azt látja életnek, ami nem élet. Mert ahhoz, hogy te gazdag legyél, valakinek szegény is kell lennie. Vannak emberek, akik szegények, mert neked több jutott. Vannak emberek, akik azért szegények, mert te halmoztál, mert te tartalékoltál. Nem érted be a mindennapi kenyérrel, úgy a testi, mint a lelki kenyérrel, hanem neked több kellett, neked tartalékolni kellett a nehéz időkre. És közben voltak emberek, akiknek az sem volt, amit megegyenek. Csak az az eledel volt, amit Isten oda küldött hozzuk a kutyák által, a kóbor kutyák által, hogy nyaldosták az ő sebeiket. Mi a te vigasztalásod? Ki vigasztal téged? Mivel okozol örömöt magadnak? Vettél egy újabb légfrissítőt? Egy újabb füstölögtetőt? Új étel? Gasztronómia? Humorestek a YouTube-on, a Facebookon? Ki vigasztal téged? Mi vigasztal téged, ember? Ez a kérdés. És meddig? Meddig lesz számodra öröm az, hogy téged megdicsérnek, téged felemelnek, rád felnéznek, téged kitüntetnek, díjakat adnak neked. Te vagy a figyelem középpontjában, te mint polgármester, te mint énekes, te mint egy népszerű orvos, jogász, ügyvéd, ügyész. Mi a te vigasztalásod? És beéred-e azzal a vigasztalással, amit kapsz az emberektől? Mit mond Jézus? Ő azt mondja, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el. Nem kell nekem az emberek dicsérete. Nem kell nekem a halottak, a holtak dicsérete. Akik nem akarnak feltámadni, akik azt hiszik, hogy élnek, és nem akarják az igazi életet. Távozzatok tőlem, hízelgő, díszelgő szavak, mert nem vagytok igazak. Mi vigasztal téged? Mivel vidítod magad? Ha pénzed nincsen, van interneted. Talán annyit kaptál anyádtól, vagy apádtól, vagy kaptál segélyt a rendszertől, egy kis juttatást, amin be tudod kötetni az internetet. És folyton van egy vigasztalásod. Bármit megnézhetsz az interneten. Egy kis komédia, egy kis vígjáték, egy kis horror, egy kis pornó. Bármi, amit a szemed és a füled kíván, mindent megkaphatsz. Te vagy az az ember, aki önmagát vidítja. De hogyha már nem lesz tested, ezek az eszközök már mind elvétettek tőled. Ki fog téged vidítani, ó ember? Lesz-e neked igazi vigasztalásod? Lázárnak volt vigasztalása. Neki volt igazi vigasztalása. Sőt, még éltében is meggyőződésem, hogy neki volt vigasztalása. Lehet, hogy éhezett, lehet, hogy sebei voltak, lehet, hogy sovány volt, csont és a bőr. De neki volt vigasztalása, mert azt mondta Jézus, hogy boldogok a szegények,
Boldogok a lelki szegények, akiknek az agyuk nincsen telve mindenféle hazug információval, hazug vigasztalással, az ezotériából, a New Age-ből, a jógából, a meditációból, a vallásból, a hazug kereszténységből. Ki vigasztal téged? Mi a te vigasztalásod? Ki vidít téged? Azt mondja Katalin, hogy a szegény Lázár állapot a szívünkben gyökerezik meg, és ez visz közel minket Istenhez. Mennyit dolgoztál az elmúlt hónapban? Mennyi pénzed van, mennyit spóroltál? Mennyire vagy gazdag? Van egy olyan mondás, hogy csak azt a kincset kaphatjuk meg, csak az a kincs a miénk, amit másoknak adtunk. Mennyi örömöt okoztál másoknak, embertársaidnak, a feleségednek, a gyermekednek, a férjednek, mert csak azt az örömöt tarthatod meg, amit nekik okoztál, amit magadnak okoztál ezekkel az önvigasztalásokkal, az önmegváltásokkal, az önvidításokkal, azt az örömöt el fogod veszíteni, mert azt a testet, amivel ezt az örömöt okoztad magadnak, el fogod veszíteni, éppen úgy, mint én. Lesz-e, aki megvigasztaljon téged? Ó, ember, gondolkozz el ezen, amíg még nem késő. Nem is olyan rég meghalt egy fiatal ember, talán 50 éves sem volt, és nem számított arra, hogy meg fog halni. Isten tudja, hogy hol van. Ábrahám kebelében, a mennybe, Isten tudja. Az biztos, hogy tehetős ember volt, gazdag ember volt. Voltak neki szenvedélyei, volt neki hobbija, volt neki családja, felesége, gyermekei, és volt neki bőségesen vigasztalása itt a földön. De vajon most van-e vigasztalása? Most, hogy nincsen teste, a teste meghalt, és merev, hideg, és már a férgek beleálltak az ő testébe. Vajon neki most van-e vigasztalása? Kemény kérdés. Ki vigasztal téged? Te vigasztalod önmagadat, mert voltál egy ilyen kurzuson, egy ilyen iskolában, vagy követtél valakit a YouTube-on, aki azt mondta, hogy szerest önmagad, bocsássál meg önmagadnak, és így tovább, és így tovább. Ha a testet elvitetik a következő órában, mivé lesz a te vigasztalásod eszköze? Megmered, hideg, és kikezdi az enyészet, a rothadás. Fog-e akkor majd vigasztalni téged a testet, ami pénzt keresett számodra, ami hírnevet és népszerűséget szerzett számodra? Fog-e vigasztalni? Kemény szavak. Bárcsak fognál be a pofáját, és hallgatna, nem mondaná ezt. Hogy kerültem ide? Miért kell ezt az idiódát hallgassam? Ezt a bolondot meg van őrülve, teljesen bolond. Igen, bolond vagyok. Ezt nem csak te mondtad, hogy bolond vagyok. Isten is ezt mondta rám, hogy bolond vagyok. Képzeld el, hogy az én teremtőm, a jóságos Isten, ő is azt mondta rám, hogy bolond vagyok. Mert azt mondta, hogy mindenki, aki az ő szavát követi, aki az ő szavára figyel az emberek szava helyett, mindenki bolond. A világ szemében bolond vagyok. Igazad van teljes mértékben, nem is vitázom veled. De te most, evel a hanganyaggal, amit most éppen hallgatsz, válaszúthoz érkeztél. Már nem tudod azt, amit hallottál, nem megtörténté tenni. Ez megtörtént. Ezt te hallottad. Hallottad, hogy mit jelent az emberi vigasztalás, a test vigasztalása. És hallottál az igazi vigasztalásról. Hogyan döntöttél? Nem azt kérdem, hogy hogyan döntesz egy óra múlva, hanem azt kérdem, hogy hogyan döntöttél, miközben hallottad ezeket a szavakat. Hogyan döntöttél, ó ember? Hogyan döntöttél? Mert döntést hoztál. Az elmúlt percek alatt te döntést hoztál. Mert a nem döntés is döntés. Ha nem döntöttél az igazság mellett, döntöttél a hazugság mellett, amiben eddig is voltál. Az ember, aki vidítja önmagát, felvidítja önmagát. Ki ez az ember? Vajon ki? Vajon az elnök? Az államelnök, a polgármester, a rendőrfőnök, az orvos, a jogász, a takarító, az utcaseprő? Ki ez az ember? Véletlenül nem-e az, aki éppen hallgatja ezt a felvételt? Nem-e épp te vagy az az ember, akiről beszélek? Aki megragad minden testi eszközt, minden hiába való eszközt, az összes képernyőt, ami van az ő házában, összes telefont megragadja, hogy felvidítsa önmagát. De már közelek
az óra, az utolsó óra, amikor nem lesz sem televízió, sem telefon, sem híradó, sem Facebook, sem szex, sem sör, sem alkohol, semmi nem lesz, sem dicséret, sem lájkok, akkor mi fog vigasztalni téged? Ki fog vigasztalni téged? Az ember, aki önmagát vidítja, hogyha másra néztél, másra gondoltál, esetleg a feleségedre, vagy a férjedre, vagy az anyósodra, vagy a sztárokra, az énekesekre, akkor még mindig a hazugságba kapaszkodtál bele. Rólad van szó. Te vagy a gazdag ember ebben a történetben. Az a gazdag ember, aki habzsolja az örömöt, a hazug vigasztalást, zabálja kézzel és lámbbal, magába tömi a hazug vigasztalást. Te vagy az, barátom. Te vagy az. És ebben a momentumban, amikor ezt hallod, számodra még nem volt késő. A következő óráról, a következő napodról már nem tudok nyilatkozni, hogy akkor késő lesz-e számodra, vagy nem. Hát Isten tudja. Erről is van egy érdekes történet Jézusnak. Egy gazdag embernek ugye nagyon sok termése lett, szárasság volt meg minden, de neki nagyon sok termése lett. Azt mondja, hú, de jó nekem, meggazdagodtam. Rengeteg termésem van. Lebontom a régi csűröket, és építek újakat, nagyobbakat, hogy tudjam tárolni azt a sok termést, amit termett számomra a föld. És azt mondta neki Isten, te bolond, a következő órában elkérik a lelkedet. Mi lesz avval a sok terméssel, amit felhalmoztál, aminek új csüröket akartál építeni? Mi lesz azzal? Fog-e téged vigasztalni az a sok búza, az a sok pénz, az a sok euró, az az új autó, az új lakás, az új feleség éppensége? Fog-e téged vigasztalni a következő órában, amikor kihűlt a testet? Egyszerű kérdés, emberek. Ezzel a kérdéssel előbb vagy utóbb mindenki szembe fog nézni, de jobb előbb, mint utóbb. Mit mond Jézus? A keresztény, ugye a konzervatív kereszténységnek az alap pillére, mert ezzel büszkélkedik a magyar kormány, a magyar nemzet, hogy mi konzervatív keresztények vagyunk. Mit jelent az, hogy konzervatív keresztény? Nem azt jelenti, hogy mi makacsul ragaszkodunk a kereszténységünk alapjához, Jézus Krisztus beszédéhez, amit nem ismer a világ. Nem azt jelenti-e az, hogy konzervatív keresztények vagyunk, hogy makacsul ragaszkodunk a kereszténység alapkövéhez, alappilléréhez, Jézus beszédéhez? Ha nem ezt jelenti, akkor mit jelent a kereszténység? Az, hogy sok gyermekünk van, és a templomban az első sorban ülünk, nyakkendőnk van, kizsákmányoltuk a fél országot, és virítunk a pap előtt, mosolygunk, hogy mi vagyunk a példás keresztények, a mintapolgárok. Vajon ezt jelenteni a konzervatív kereszténység? Nem azt, hogy régi módon, régi módi makacsággal, régi módi makacsággal ragaszkodunk a kereszténység alapkövéhez, alappilléréhez, ami nem más, mint Jézus beszéde, amit a legtöbb ember nem ismert meg személyesen. Csak hébe-hóba hallotta, templomban, gyülekezetben, két halleluja között. Mi a konzervatív kereszténység, emberek? És mit mond a konzervatív kereszténységnek az alapköve, Jézus Krisztus szava? Azt mondja, hogy gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol sem a tolvajok nem lophatják el, sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti. Örökkévaló kincseket gyűjtsetek. Ne azokért a kincsekért dolgozzatok, ami elvész, ami elvesz, hanem azokért a kincsekért, amelyeket a mindenható Isten ad nektek, a lelki békéért, hogy halljátok az igazságot, és megosszátok azt embertársaitokkal, hogy minél több elveszett lélek feltámadjon, és meglássa az örök életet. De miért dolgozol? Miért szorgoskodsz még mindig? Miért verejtékezel? Miért harcolsz? Miért versenyezel más emberekkel? Hol van a te kincsed? Kérdi a konzervatív kereszténységnek a szava. A konzervatív kereszténység szava kérdi azt, hogy hol van a te kincsed? Mert ahol a te kincsed van, ott van a te szíved is. Ezt mondta Jézus Krisztus. Hol van a te kincsed?
Ember, a földön van a tekintset, a szobádban van, a számítógépet képernyőjén, a telefonod képernyőjén, a barátaid válveregetésében van a tekintset, az alkoholban van a tekintset, a testi örömökben, a kéjében van a tekintset, a következő órában vége. Elvétetik tőled ez a kincs. Lesz-e akkor neked kincset? Mert a lélek nem hal meg, ember. A lélek nem tud meghalni. Isten a lelket, az ember lelkét örökkévalónak teremtette. Hol fogod tölteni az örökkévalóságot? Milyen örömökben? Az ember, aki önmagát vidítja, önmagát imádja, önmagát szereti, megbocsájt önmagának. Miért kell neked megbocsájtanod saját magadnak? Talán azért, mert nem kaptál megbocsájtást embertársaidtól. Talán azért, mert nem kértél bocsánatot a feleségedtől, a férjedtől. Talán azért, mert nem kértél megbocsájtást a mindenható Istentől. Talán azért, mert nem is kaptál tőle megbocsájtást. Hát hogy is kaphattál volna, ha nem kértél? Kérjetek, és adatik néktek. Megbocsájtás is. De ha nem kérsz megbocsájtást Istentől, hát akkor mit kell csinálj? Meg kell bocsáss önmagadnak. Egy hazug megbocsátásban kell részesítsd önmagadat, majd egy önkielégítésben. Ugye milyen jó? Milyen gazdag vagy? De meddig tart a te gazdagságot? Addig, amíg a lélegzetet. És hogyha most beszívod a következő levegő adagot, és kifújod, és többé sosem szívhatsz belőle, akkor mi lesz avval a megbocsátással, amit önmagadnak adtál? Elég lesz neked az a megbocsátás, amit önmagadnak adtál az örökké valóságig? Igen vagy nem? Az ember, aki önmagát vidítja, mivel vidítod magadat? Lefekvés előtt, lefekvés után, felkeréskor, egy cigaretta, egy kávé, akár egy sör, egy telefonhívás, egy jó kis komédia, egy jó kis poén a Facebookon. Mivel vidítod magadat? A főnököd dicséretével? Az igazgató dicséretével? Hát talán mintapolgár lettél, ki lettél tüntetve? Díszpolgár lettél a városban? Gyergyószent Miklóson? Miben van a te vigasztalásod? Azt mondja Jézus, hogy a ma vigasztaló, az igazi vigasztaló, a Szent Lélek, Istennek a lelke, ő a vigasztaló. Ő a bátorító, ő a pártfogó, ő a segítő. Ő ad nekünk igazi vigasztalást, ahogy adta a szegény Lázárnak, úgy most is adja minden szegénynek, minden szerencsétlennek, minden lelki szegénynek, aki már meg van törve és nem is vágyik az anyagi javakra és a földi vigasztalásra. Adja ő a vigasztalást mindenkinek bőségesen, még itt, ebben az életben is. Lehet egy kutya által, egy kóbor kutya által, lehet, hogy egy jó lelkű ember által, az irgalmas samaritánus által, aki bekötözi a te sebeidet, olajat tölt rá és bort, kezeli a te sebeidet az ő egyszerű módszereivel, de mindenképp megadja a vigasztalást, még itt is, ezen a földön is, mennyivel inkább oda át. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.